sáskát esznek a tropikárium majmai, ez mennyei ínyentség számukra. A gyapjas fejű tamarin vagy más néven liszt majmocska nevét jellegzetes fehér hajkoronájáról kapta, amely igencsak emlékeztet a magyar zeneszerző Liszt Ferenc hajkoronájára. Elsősorban német nyelvterületen nevezik liszt majmocskának, ám természetes élőhelye egészen máshol található. A természetben Kolumbia első erdejébe fordulnak elő, ahol sajnos már nagyon megritkultak mára, de hogy ott szoktak egy kis családi csapatokba jönni az első erdőben. A csoportok az éjszakát a sűrű bozótban vagy egy faóvodában töltik, a nap legnagyobb részében pedig egyik gyümölcstermő fáról vándorolnak a másikra. Természetben rendkívül széles spektrumon mozog a táplálékuk, nagyon szeretik különböző rovarokat, különböző gyümölcsöket, emiatt is ugye fontos nekik, hogy megjegyezzék éppen melyik gyümölcsfa volt át az eső erdő, vagy akkor azokat felkeressék, akkor emellett ugye elfogyasztanak kisebb gerinceseket, gyíkokat, kis rágcsálókat, kifosztják a madárfészkeket, hogyha arról van szó. És így igazából az étrendjüknek a nagy részét többnyire inkább ilyen gyümölcsöknek hasonlók teszik ki, és ugye annak így mondjuk tán ugye a harmadát azt az állati eredetű kaja, ugye ez nyilván nekik így a kedvenceik közé tartozik, mert az egy igazi jó kis fehérje bomba, hogyha sikerül hozzájutni valamilyen állati eredetű táplálékhoz, ugye nálunk ezek közül a gyászbogárlárva meg a sáska az, amit a legjobban a kedveltek közé tartozik. A lisztmajmok nagyon aktív állatok. Néhány órás alvástól eltekintve egész nap tevékenyen mozognak, és idejük nagy részét táplálékszerzéssel, társaikkal való játékkal vagy épp veszegedéssel töltik. 3-9 tagú csoportokban élnek, melyek egy domináns, monogám párkapcsolatban élő párból, azok utódaiból és egyéb csoportból származó, még ivaréretlen egyedekből állnak. Nálunk volt már olyan több esetben is, hogy hármasikrek születtek, de ilyenkor általában a leggyengébb az nem szokta túlélni a dolgot. Ugye valószínűleg azért van ez, mert ilyen kis családi csapatokban élnek. Ez úgy történik, hogy általában ugye két kölyök születik, a harmadikat azt valószínűleg már nőstények nincs elég teje ahhoz, hogy ugye három kölyöknek a felnevelését is biztosítsa, és valószínűleg ez a létszám, amivel a leginkább fent tud maradni az állomány. Érdekesség, hogy a kicsiket mindig a hím hordozza magával, és csak a szoptatási időszakban adja át az anya állatnak. Általában úgy szoktak kialakulni ezek a csapatok, hogy van egy hím és egy nőstény negyed, akik ugye családot alapítanak, és nekik a különböző korú kölykeikből tevődik össze a csapat, és ugye mindig csak az alapító, az a domináns pár az, amelyik ugye szaporodik. De a kisebb kölyköknek a nevelésében a nagyobb testvérek is ugyanúgy kiveszik a részüket, és nagyon gyakran van, hogy pont nem a nőstény cipeli mondjuk a kölyköket a hátán, hanem mondjuk például az apa vagy az idősebb kölykök, mivel hogy a nőstének akkor itt több ideje marad a táplálékszerzés, és ezzel is biztosíthatja, hogy ugye bőven lesz teje, hogy felnevelje ugye a kicsiket. Kismérete miatt a lisztmajmocska ki tud mászni a vékonyabb ágakra is, ahol könnyű testsúlya miatt biztonságosan mozog. Rovarokat, pókokat, gyümölcsöt és fanedvet is fogyaszt. Az 1960-as és az 1970-es években ezrével exportálták a lisztmajmokat az Egyesült Államokba tudományos kísérletek miatt. Manapság az erdők irtása veszélyezteti őket. Természetben ők nagyon megritkultak, tulajdonképpen a kihalás szélére kerültek, úgyhogy itt emiatt ugye ilyen kritikusan veszélyeztetett fajról van szó, és emellett ugye a kereskedelmét az úgynevezett CITES egyezmény szabályozza, aminek ők a legszigorúbban vett kategóriájában vannak, ugye az első kategóriában. Az utóbbi 18 évben az ötödére esett vissza az állományuk, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a fajt veszélyeztetettnek minősítette.